Az anyanyelv ápolásáért járó legmagasabb elismerést, a Kazinczy díjat vehette át Radványi Dorottya, az MTVA műsorvezetője, és Hirtling István, Jászai Mari díjas színművész, kiváló és érdemes művész. Köszöntjük vendégeinket, és gratulálunk az elismeréshez. Jó hát, estét kívánunk, estét szervusztok! Köszönjük. Itt is vannak a Kazinczy díjak előttünk az asztalon, és egyel több van, mint papíron lennie kéne, mert Dorka, hadd hívjam így, hiszen kollégák vagyunk régóta, szóval Dorka elhozta a családban megtalálható másik Kazinczy díjat. Azaz az elsőt, hiszen a kisfiam, ugyebár Esztergályos Máté a kerületi Kazinczy versenyen külön díjat vehetett át, ki tudja mikor, mindjárt megnézzük a dátumot, 2001-ben, tehát valóban nagy hagyományok vannak. Megelőzte azért. Ez az a ritka eset, amikor az édesanyja a gyermek nyomdokai. És ez milyen jó. Egyébként én most egy kicsit megnyugodtam már, mert amikor így a magyar nyelvről, meg a szép beszédről beszélgetünk ebben a műsorban, ezért van bennünk egy kicsike vizsgaduk, hogy na, vajon fognak-e minket vizsgáztatni, és miközben itt a bejátszóra is készültünk, hát egészen felpesgült itt a hangulat veletek közösen, mert hogy nagyon jó kedv van, és tök jókat beszélgettünk már itt a díjátadóról és a magyar nyelvről. Alapvetően azt gondolnánk, hogy amikor a magyar nyelvről, a szép beszédről, a helyesírásról beszélünk, az egy komor téma. De hát ez nem így van, ugye? Gondolom az általános iskola 3., 4., 5. osztályában igen, hevült pillanatokat szereznek a tanárok a gyerekeknek. Természetes, hogy a derű az a szép beszédben is ugyanúgy jelen kell legyen, mint a mindennapi életünkben. Én például, Dória megmondható, hogy bármikor találkozunk, akár televízióban, itt a másik műsorokban, vagy a magánéletünkben összefutunk, szóval mi nagyon jókat tudunk röhögcsélni. És igazi meglepetés volt, hogy Győrben együtt vehettük át ezt a gyönyörű díjat. Én se tudtam, szóval kértek, hogy menjek, vegyem át a díjat, ami rendkívül megtisztelő volt, különösen, hogy Szakonyi Károly kezéből vehettem át, aki ez több évtizedes tisztelő barátság fűz, és az ő személy aztán különös ajándék volt, hát pláne amikor a Dorival összetalálkoztunk, szóval mi ott mint két vihogó csitri jöttünk-mentünk. De a fajta de... iróniája van Istvánnak, tehát ugye ezt tudni kell. De hát ott a sok fiatal között azért nagyon megrendítő volt látni azt, hogy ez a sok száz fiatal középiskolás a mai világban, amikor a mobiltelefon ki nem jön a gyerekek kezéből, képesek letenni, és képesek a szép kiejtéssel foglalkozni, képesek olvasni. Szóval ez nagyon nagy dolog. Egyébként visszatérve a családi hagyományokhoz, meg ahhoz, hogy képesek letenni, nyilván ebben az is szerepet játszik, hogy otthonról is mit hoznak. Nálatok, Dorka, a családban ez hogy volt? Mert hogy édesapádnak is tulajdonképpen megköszönted ezt a díjat. Igen, igen, apám, ahogy édesapád is, ugye kollégák voltak, szerkesztők a televízióban, és mind a ketten írtak, és mind a ketten nagyon humoros emberek voltak, hogy most édesapádat is bevonjuk ebbe a beszélgetésbe, és apu, amikor humoreszkeket írt, akkor maga például a rádió kabaréban, amikor fellépett, akkor természetesen maga adta elő. Na most az apám a Cisztereknél végzett a Szent Imre gimnáziumban annak idején, ahol dr. Bencédi József volt a tanára, és ő írta a mai Magyar Nyelv című tankönyvünket, amiből aztán később tanulhattunk, és legnagyobb meglepetésemre, amikor a Kazinczy díjat, vagy egyáltalán értesültem arról, hogy Kazinczy díjat kaphatok, akkor megnéztem, hogy kik kaptak, és dr. Bencédi József arany Kazinczy díjas, tehát hogy tulajdonképpen így átjön egyszer csak a mester, a tanítvány, és aztán én ugye, mint az apám után, tehát hogy valahogy ez a szép beszéd úgy generációkon át íve, mert te hogy vagy a gyerekeid, de ha megengedett, hogy kérdezzel. És a kolléganő átvette a műsorvezetőt. Köszönjük szépen, akkor mi megyünk is. Igen, alapvetően akkor ez azt jelenti, hogy ez úgy ösztönösen átjön, és a szép beszéd művelőinek, mint amilyenek ti is vagytok, már nem is kell nagyon több erőfeszítést ebbe beletenni, vagy azért a magyar nyelvnek pont ellenkezőleg. Mert ugye az is van, hogyha az ember magasra teszi a mércét, ahhoz utána tartania is kell magát.
hanem meghaladni. Igen, hát azt nem szeretném megérni, hogy beszélsz, Kazinczy díjas. Tehát, persze, igen, igen. Mondjuk elég régen vagyok a pályán ahhoz, hogy azok az újabb kihívások, amik ugye terhelik a mindennapjaimat, azokban újra és újra megtaláljam annak a karakternek a beszédmódját. Tehát nem lehet ugyanúgy megszólalni az Egyszerelem három éjszakájában, mint mondjuk a 80 nap alatt a Föld körül fix nyomozójában. És mind a kettőben, bármennyire eltorzítom a beszédet, vagy karakterizálom, mind a kettőben az a jó, hogyha érthető, amit mondok. Tehát a beszédhiba az én meggyőződésem szerint csak mint karakterábrázoló eszköz lehet a színpadon, de az, hogy valaki olyan beszédhibás, hogy javíthatatlan, azt én mindig ámulva nézem, hogy sikerült a pályán megmaradnia. Mert az akkor minden karakterben beszédhibás. Tehát erre való, én ugye erősen beszédhibás voltam fiatal koromban, racsoltam, pösze voltam, ennek nyomai most is hallhatóak, aki nagyon vágyfüllel figyel. Tehát a szakemberek ezt... Persze, tudom, hogy ez nem a mély interjú önvallomásos pillanatok egyike, de ezt el kell, hogy mondjam, hogy nekem komoly erőfeszítésem volt. Keserves munka volt ezt leküzdeni? Hát volt vele dolog, de szerencsére jó tanáraim voltak korábban is, a színészképző stúdióban, aztán később a főiskolán is, és olyan rendezőim sok volt, akik elvárták az érthető beszédet, tehát Vámos Lászlónál, Gábor Miklósnál, Kerény Imrénél, Ruszt Józsefnél, és sorolhatnám a mai a fiatalokat, szóval nem lehet érteni. Akkor ezen a ponton, és tudod, Dóri, te is televíziós vagy, hogy itt komoly időkereteink vannak, ezért röviden valamit mondjunk már, hogy a fiataloknak mit tanácsolsz, ha már azt mondtátok, hogy könnyen letették a digitális eszközt, és érdekli őket ez a téma, egy rövid tanácsot mit mondanál nekik? Arra válaszolva mindkettőtöknek, de Szilvi az előbb kérdezte, hogy mérce. Mi nem tudjuk, hogy van mérce, mert számunkra ez a természetes megszólalás, de az hozzátartozik, amit most egyben a fiataloknak is tanácsolok, hogy például én, amikor elindulok egy téli reggelen, mondjuk jövök a rádióba vagy a televízióba dolgozni, akkor én folyamatosan bemelegítek. Tehát ez ugyanolyan sport, az artikuláció, a beszéd, tehát ez ugyanúgy bemelegített, tehát miképpen boltíves, pókhálós, vén teremzugában rámúlt a középkori barát, ezt akkor én elmondom. Tehát ez is kell, hogy tudjunk szövegeket, memoriter, hát most Istvánnak ezt nem kell mondani, mert írtatlan sok szöveget tanul. Legyen mit mondani, és legyen ahogy mondani. És fölöslegesen nyilván ne beszéljünk, hanem próbáljunk arra koncentrálni, amikor beszélünk, hogy ez egy szép magyar megszólalás legyen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.